Nem jó az akkód, azt mondja. Mert? Na ezért kéne egy világító. Na, mert cicereg, mert érted, mert túl kockás. Nem bírnak majd téged nézni. Meg tudnának fejteni, csak nem lehet. Jó, akkor egy zakót, ha lennének kedvesek. Hadd ide te a zakót. Hagyjál békén. Azt mondtad, hogy rám nagy. Nem hát jó, akkor rád sem most jöttetek rá. Hát itt ülök ebben a zakóban egy 30 éve. Eddig jó volt. Ez az egy zakón van. És ha kifordítja... Ez az nem adom oda neki. Nem adom oda, érted? Nem adom oda neki. Na most mit csinál? Ez az interferencia, vagy mi? Igen. Interferálsz. Vagy konferencia, vagy nem tudom. Na jó, mit szeretnétek, mit csinálja? Pedig nagyon jó néz. Hogy adjam oda neki az akkor. Hihetetlenek vagytok. Nem, hát azt nem lehet. Miért te ott ülsz mellénybe? Nagyon csinos lesz. Nagyon. Nem illik. Gyere, szereld át ezeket a szorokat valami. Most ez lesz egyedül illetlen rajta. Most egyetlen probléma lesz, hogy a kernyét viszont fölveszi a jágső, és ugyanott tartja. Nem lehet? Jó estét kívánok! Most előzőkkel kezdek. Hát mondd, milyen zakód van meg? Nem tudnak. András, légy szíves, csinálj úgy, mintha ez a te zakód lenne rajtad, és nem az enyém. Jó, rendben. Mutassátok egy pillanatra, hogy úgy de kurva jól nézek. Kölcsön kellett neki adni a zakómat, mert vibrált az övé. Csak mondom. Szóval... Tudom, hogy nem itt a helye, így az egyrészt jó estét kívánok, másrészt tudom, hogy nem itt a helye, ennek ezt akartam elkezdeni, hogy rögtön az elején az önök arcába vágjam, de el fogom felejteni, mint általában minden, hogy legközelebb nem egy hét múlva, hanem 8 nap múlva találkozunk, lesem a papírt, november 28-án vasárnap, és képzeljék el este 7 órakor. De miért? Mert... Szombaton lesz az Iker Show elnevezésű játék, amelyet részben én vezetek szintén. És emiatt kifúrtad az egész heti hetestornát? Sokat dolgoztam rajta, de igen. Hát mi nem az van vasárnap? Nem. Magasabb a nézettsége valószínűleg, tehát itt erről van szó. Meg ott lehet zakóban is lenni. A sajtóhibákat, vagy ilyen típusú hülyeségeket firtató játékunk igen sikeresnek mondható, rengeteget küldtek nekünk, köszönjük szépen. Ezen a héten is bögrét ajándékoztunk játékos kedvű nézőinknek. Az elsőt Szűcs Pál kapja Mosonmagyaróváról, aki a vesztfáliai szalámin találta a következő feliratot. 100 g termék 120 g húst tartalmaz. FZ-né budapesti nézőnk egy egészségügyi cikket küldött nekünk, amelyből idézek. A baktérium vagy vírusfertőzés fehérneműről vagy törölközőről is átvihető, viszketést, fájdalmas vizelést és szexuális érintkezést okoz. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gábor János! Hernádi Gyuri! Kern András! Hajós András! Farkasházi Tivadar! Mi az megint? Köszönöm, hogy megint a szexuális érintkezésről jöttél rám. Nem, nem, ez baktérium rögtön, és vírus felkül. De rögtön vakarod, Sztálin. Igen, rögtön. Nem, volt benne fájdalmas te vizelés is. Igen. Igen? Azt is ott szokott. Hogyne. Sőt, így pisilek. Na, milyen vagy? Ja. Na kérem. Molnár Gergely 1897. november 16-án született, azaz kedden töltötte be 107. életévét. És itt van körünkben. Közben mondom, ő ugye az ország legidősebb állampolgára, és megtudtuk, szívesen néz televíziót, szereti a heti hetest, és kedvenc szereplője Hernádi Judit. Csókolom.
Örülök, hogy itt van, és még nagyon sok boldog, hosszú életet szeretnék kívánni. És mondjak valamit, azért meg gondoltam, ám engem fölhívtak egyszer, és azt mondták, hogy tetszik engem szeretni, és akkor gondoltam is, hogyha találkoznánk, akkor biztos a fülébe sugnám azt, de biztos azért tetszik engem többek között szeretni, hogy sohasem mondd, hogy túl vagy már mindenem. Majd utána még beszélgetünk, jó? Jaj! Jó egészséget kívánok! Igen! És szeretném, hogyha Gergely bácsi szemében köszönhetnénk az első, második és harmadik helyezettjét a Survivor-nak. Nem sorolom fel, hogy miket ért túl. Második hírt persze, ami mellettem, azt nem olvastad föl. 2004. november 18-án született Tóth Erzsébet, azaz egynapos és ezzel az ország legfiatalabb állampolgára. Szívesen néz televíziót, szereti a Heti Hetest, és kedvenc szereplője Hajós András. Köszönöm szépen, hogy ezzel is kihangsúlyoztat, hogy az én célcsoportom elsősorban egy magyarul még nem tudó. Hölgyeim és uraim, bátran kijelenthetem, hogy talán még soha egyetlen témában sem kaptunk annyi levelet, mint egy bizonyosban. A rekorder természetesen a december 5-i népszavazás lett. Rettenetes mennyiségű levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy önök, és hát ezt szűrtem le én legalábbis, hogy nem értik, hogy miről kell szavazni. Sokan írták meg álláspontjukat, mely szerint igennel kell egyértelműen szavazni, és legalább ennyien írták meg álláspontjukat, mely szerint egyértelműen nemmel kell szavazni, és nagyon sok levelet kaptunk, amelyben egyszerűen tőlünk kérnek, várnak tanácsot. Hölgyeim és uraim, ez az, amivel nem szolgálhatunk. És ezzel kapcsolatban van még egy ilyen problémám, hogy így nem értettem soha, és ezért nem értettem soha, én sem, és gondolom a többiek sem, a műsorunkat ért támadásokat, mert mi tanácsot nem fogunk soha adni. Itt ez a hét ember elmondja legfeljebb önöknek a saját álláspontját, de önökre ezt rátukmálni nem fogjuk. Majorosné Bihari Ilona a következőket írja, na figyeljenek Ganék, de nagyon. De kedvesen indít, igen. Magyar vagyok, magyarnak születtem. Magyar anya és magyar nagymama. Igazi magyar, istenfélő asszony vagyok, és példaképpen Lévai Anikó, aki fiatalkora ellenére többet tett a magyarságért, mint magukat heten, 50-60 év alatt. Ez nem a hajós hírt a gyereke? Micsoda felvetés, hogy a nemzet testéből kiszakított honfitársaink sokba kerülnek nekünk. Soha nem jártam Erdélyben, de mellem alatt magyar szívdobog, és igennel szavazok. Egy másik levélíró, nevét nem árulta el, így ír, láttam Pokorni urat a tévében, és úgy fogalmazott a népszavazással kapcsolatban, hogy két igenes szavazás. Kikérem magamnak, hogy Pokorni átnevezze ezt az eseményt. Ez egy népszavazás, amelyre lehet igennel vagy nemmel szavazni, ezt talán bízza rám a Fidesz. Rettenetesen rosszul érzem magamat az egésztől, és borzalmasan fáj. Én eddig olyan szerencsében részesültem, hogy akárhányszor szavaznom kellett, sosem kellett ezt a lelkiismeretem ellenére tenni. Ez egy szerencse. Ezt meg kell mondjam, ez egy szerencse az én eszemet. De végtelenül bánt, hogy most engem beleszorítanak egy helyzetbe, ami úgy gondolom, hogy nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem. És ez fáj és dühít. És azt gondolom, hogy nem csak engem dühít. Engem az fáj és dühít, hogy valaki azt mondta, hogy végre elvált a szar a víztől. És arra gondoltam, hogy aki ezt mondta, azt az embert én mennyire tiszteltem, elég soká tudtam elolvasni a Kutyaösztóban című művét és Csói Sándor előszavát, hiszen ő tényleg évtizedek óta kutyaszorítóban van ott, ahol él, és ezért időnként, amikor mélyen nem értettem vele egyet valamiben, akkor mindig erre a műre gondoltam, és az ő helyzetére, és ettől a pillanatok kezdve
nem gondolok többet a múltra, és nem gondolok arra, hogy milyen helyzetben van. Kvittek vagyunk, sikerült lenullázni ezt a kapcsolatot. Az egyik párt ugye azt mondja, hogy ő ragaszkodik hozzá, hogy az nem lehet, hogy ez egy más állampolgárság legyen, mert ugye nem semmi értelme azt megszavazni, hogy egy másik fajta állampolgárságú magyar, mert akkor az egy ugyanolyan megkülönböztetés, és egy ugyanolyan diszkrimináció, többszörös diszkrimináció ráadásul. És ha megjár vele, akkor meg mi van, mi mivel, hogyan, miként, kinek, hogyan a burgerlandiaknak is? Vagy hogy? Vagy miként? Vagy mi ez? Nem tudom. Szerintem valóban van egy bizonytalanság, de szerintem ez az én olvasatom, az egész történet arról szól, hogy nem lehet tudni, soha senki nem fogja, ha mi egyébként most utána néztünk volna, se tudnánk jót mondani, vagy akár az lenne a dolgunk. Mert ugye úgy lesz, hogy lesz egy szavazás, és utána azt fogja követni majd egy törvényhozás. Persze. Ami egyáltalán... Tehát az, hogy ebből mi lesz, az majd később fog eldőlni. De szerintem a szavazás épp arról szól 15 éve, hogy most már mi dönthetünk arról, és kockázatot kell vállalnunk. Tehát én azt a részét emelném ki, hogy ne várják már az emberek azt, hogy nekik megmondja valaki. Nem kell elhinni mindent, amit mondanak nekik, de ne is legyenek megijedve, hogyha ők esetleg nem tudják, mert nekik joguk van ahhoz, hogy ne tudják, joguk van ahhoz is, hogy tájékozódjanak, és ezt a kockázatot, ezt közösen vállalják. De nem lehet ez egy jó választás. De hát ez belehet. És két év múlva Románia EU tag lesz, akkor, vagy három, akkor miről szólt a szavazás? De nem lehet tudni, hát ez nem egy olyan szavazás, hogy mi szerintünk mi van, hanem ez egy olyan szavazás, hogy melyik győzzön, hogy mi legyen. Tehát itt nem arról szól, hogy van valami, ami úgy van, és az egy igazság, és azt nekünk el kell találni. Ez nem gól. Akkor azt akarod mondani, hogy ez egy előrehozott választás akar lenni burkolt? Így van. Ez egyik része az akar lenni. Két párt versengésről. A dolog ebbe belekeverni. Ez a baj. Szükséges, rosszak vagyunk mi. A hang nem a baj, mert azt mondja az egyik, hogy az nem becsületes ember, aki nem szavaz igennel, de három évvel ezelőtt még nemet mondott erre, tehát akkor ő se becsületes ember az ő logikája szerint. Meg, nem volt időszerű. Na most itt van két hazugság, az egyik hazugság, hogy 600 ezen áttelepülnek, a másik hazugság, hogy nem kerül egy fillérbe se. Ha most mind a kettőre szavazni akarok, akkor nem tettek más, mint bemegyek, és bejelölöm az igent, bejelölöm a nemet, és akkor így érvénytelen lesz a szavazatom. Én... Igen, ezen gondolkodtam. Nagyon fontos dologhoz viszköd, tehát itt elhangzott az, hogy nekünk nem dolgunk tanácsot adni. Én tényleg csak egy személyes, hogy én ezt mire használom föl, én ugyanúgy igazából fogalmam nincs, hogy ez hogy meg, merre megy. Én a következőt találtam ki magamnak. Nekem ez a szavazás arra lesz jó, hogy én megnézem, hogy ki ebben a szavazásban hogyan beszél. Tehát én azt figyelem, tudni lehet, hogy az egyik oldal mit akar, tudni lehet, hogy a másik oldal mit akar. Én most tesztelem a mi politikusainkat, és nézem, hogy ahhoz képest, hogy ő mit akar elérni, mit enged meg magának. És azt szerint döntöm el, hogy ez az ember szarozik, mocskolódik, őt nem szeretem. Ez az ember tényekről próbál beszélni, őt akkor inkább jobban szeretem. És ez akkor használjuk arra... De mi van a magyarokkal? Bocsáss meg, hogy az egész szó. Bocsánat, a politikusok is magyarok. Én nem a politikusokról beszélek, hanem a kint élő magyarokról, akikkel mi állítólag segíteni akarunk, az igenünkkel. Hát esetleg őket is megkérdezhetné már valaki, hogy mi legyen velük. Mert én nekem, ha valaki engem nyugodtan föl lehet hívni, és el lehet mondani, hogy mi legyen, mert ő értük van. De kinti magyar van. De azért mondom, hogy miért én döntsem el? Hát akkor hívjanak föl, és fölhívták, mondják el, azt hogy mondták, mit szeretnék. Hogy fölhívták, és minden kinti magyar szervezet azt akarja, hogy igennel szavazzanak. A kormány meg mindig azt mondja, hogy azt akarják, hogy nemmel szavazzanak. Nem akarják, tanácsolják. Hát, hogy tanácsolják. Különbség. Igen. Na, és akkor csak itt az igenek csinál. Között is nagy különbség, hogy mire igen és mire nem. Szóval... Meg az sem mindegy, hogy hogy kérik, tehát hogy mondjuk mit szeretnének a kinti magyarok, az is ugye a megfogalmazás kérdése. Hogy azt tudom mondani, hogy legközelebb azért alá kell valamikor írni az utcasarkon így valakinek egy ilyen ívet, hogy mire adja oda a nevét, hogy mi legyen népszavazás, tehát egy kicsit gondolkodjon el, még mielőtt aláírja össze. Ez a lényeg, mert én nem szavazni akarok, hanem segíteni akarok, és nem azt akarom, hogy a szavazatommal bizonyos erőket, hatalomhoz segítsek, akik aztán manipulálnak az én szavazatom.
Én azt javaslom, hogy a kórház privatizáció ügyében sürgősen fogadja el Orbán Viktor Kunce Gábor kihívását. Nagyon szívesen meghallgatnám mindkettőjük érveit. Sőt, mindhármukét, a Türme is hadd szerepeljen. Ne hagyjuk annyira ki, jól néznek ki az Orbán meg a Türme együtt. Nem, ugyanis az Magyarország, hogy mind a kettő elbeszél a másik mellett, és győzködi az övéit. Álljanak ki, tessék. Szerintem, bocsánat, azért elnézésedet kérem. De hogy az, én úgy gondolom, hogy én tudom, hogy mit akarnak, anélkül is, hogy ezt elmondanák még egyszer. Tehát van, amikor nincs... okos vagy. Nem vagyok nagyon okos, de mondanak újat. Azt kell nézni, ki mond valami újat. Nagyon sokan, nem akarok itt a különböző oldalakra meríteni. És a kórház privatizációról beszélsz. Igen. A kórház privatizációról igen, ja, arról is beszélek, de a népszavazás kapcsán is. Azt is kell nézni, hogy ki mond valami újat. Tehát amit már 6 éve ugyanazt mondják mindig, így veszik elő, úgy veszik elő nem. a trükköket, az akkor azt mindenki meghallgat. Nem ugyanazt mondják 6 éve. Nem. Mindegyikük. Hát nem, de ugyanazt érdekes, mondják. Nem. Vannak nem. olyan mondatok, amik úgy hangzanak... Ugyanazok az érdekek vezetik, de nem ugyanazt mondják. De akkor ugyanazt mondják. Bocsánat, állj! Ha én azt mondom, mondjuk tőled kapok pénzt, ha téged szeretlek. És azt mondom neked, hogy... Jó, rendben. Várjál. És akkor azt mondom, és akkor azt mondom neked, hogy szeretlek. És akkor kapok 500 forintot. Én olcsó vagyok. Utána mondjuk úgy alakul a világ, hogy a Jánostól kapok 500 forintot, ha azt mondom, ezzet adok. Nem szeretem. Azt mondom, hogy nem szeretem a Jucit. Elmondtam azt, hogy szeretlek, Juci, utána elmondtam azt, hogy nem szeretem, Juci, de mégis ugyanazt mondtam, hogy egy pénzéhes, ócska alak vagyok. Ja, ilyen. Egyébként szeretlek, 600. Valahol azt olvastam, hogy minden olyan törvény, amit módosítani kellene a kettős állampolgárság miatt, az kétharmados. Hát ilyen törvény nálunk még aztán nem, az érszavazás nem volt még, nem? Hogy nem, de hosszan el lehet vele húzni az időt. És addig beléptek az EU-ba, kész. És akkor megoldódik a dolog. Igen. Az országgyűlés elutasította az iraki magyar kontingens mandátumának meghosszabbítását, így a katonák megbízatása ez év végén lejár. Az amerikai külügyminisztérium csalódottságát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban, de állás az eddigi segítségét és üdvözli, hogy a magyar kormány más módot keres az iraki stabilizálás támogatására. A csalódottságát fejezte ki, az nekem annyira tetszett, hogy írtam egy kis jelenetet a csalódottságról. Előadja Hernádi Judit és a szerző. Most mi van? Se. De most mit piszkálod a tányérodat? Hát nem eszel, Dick. Mi ez? Mi? Gesztenyés pulyka. Hát szereted? Hé, Dick Csényi. Rossz kedved van? Nem vagyok éhes. Jó, de mi van? Annyira csalódtam a magyarokban. Micsoda? A hülye magyarok most megint. Na most, de mi? Szilveszterkor kimennek Irakból. Te jó, és most ez a legnagyobb gondod? Hát mi hova megyünk szilveszterkor? Nem tudom, a Colin Powell-éknél van valami buli, de a Bush azt mondja, menjünk csak le a művészbe. Milyen művészbe? A művész étterembe, az Arlington Square-en, hogy ott lesznek a Schwarzeneggerék. Jaj, halálosan unom a Schwarzeneggeréket, hogy mindig meg kell hallgatni a Terminátoros sztorikat. És mivel most nem eszel? Zsíros. Na persze, majd pont zsíros pulykát adnak a hadügyminiszter feleségének. Nem csak akarok hadügyminiszter lenni. Mi akarsz lenni? Nem tudom, festő. Tehát nem is tudsz festeni. Hagyjál már, mi a Colin Powell is lemondott, már hagyjál már. Most teljesen oda vagy ezekkel a magyarokkal. Igen, mert annyira csalódtam benne. Csaló, ott volt a Medgyesi, a Bush fogadta, erre meg kimennek most. Ki az a Medgyesi? Nem tudom, valami magyar vagy.
Isten, figyelj! Melyikek a magyarok? Nem tudom, ott valahol a lengyelek alatt. Én nem is tudom, ám most ne támadjuk meg a magyarokat! Te hülye vagy! Menjél lefeküdni, majd reggel beszélni. Hol a szemüvegem? Hát hova tetted, az előbb a fürdőszobában volt. Hoztad cigit? Dehogy hoztam, nincs itthon. Na nincs, mindig te szoktál hozni. Az ne sírjál. Olvasok egy kicsit. Nem is tudom, én annyira csalódott vagy. Na most a Kernek a jelenetei azok mindig abszurdak, ugye? Igen. Okay. Most ez egyáltalán volt abszurd, a Condoleezza Rice, ez az új külügyminiszter, nincs férje, nincs családja, és minden hétvégét a Bushékkal tölt, és ő áll hozzájuk a legközelebb. Ugyanez a szituáció. Biztos ő is van, csaló. Most kérdez, elmegy vikendezni, és akkor ottan szépen ugyanígy vacsinál megbeszélik a másnapi háborút. 3 hónapon múlott a dolog. Igen. Megint, hogy ne hívjuk ki magunk ellen a világ haragját, és olyanoknak hiszünk magunkat, mi lennénk Amerika, és Amerika lenne Magyarország teljesen. Fél van borulva ez a dolog. 44-be szerintem... kellett volna 3 hónappal előbb kiugrani, de mindegy. Pont erre gondoltam én is, hogy itt nekünk... De én most a Kernnel értek egyet, hogy nem tetszik, hogy a világpolitika ilyen vikendeken dől el, hogy közel áll hozzá, meg nincs férje, meg velük tölti a hétvégeket, és akkor ottan kisakkozzák ezeket a dolgokat. Szóval ez nem a demokrácia csúcsa. Hát de ki beszél, nehogy elmagyarázzátok, mert akkor vége az egész jelenetnek. Hát az az őrítő benne, hogy ez így van. Hát a nagy dolgok, én egyszer láttam egy dokumentumfilmet, amikor a Brezsev meglátogatta a Dubčeket. És akkor ugye az oroszoknál 3 csók szokásos, tehát jobbról balról is a szája mírja, a testvériség meg mindenféle. Dubček meg dugni akart rögtön. Nem? Nem, mutatták lassít, és állítólag azt mondták akkor, hogy ugye volt jobbról balról, és amikor ráment van, akkor a Dubček így csinált, tehát nem volt meg a harmadik. Ezen a Brezsem úgy begerít, aztán támadjuk meg Csehszlovákiát, hogy ilyeneken múlnak világjelentőségű dolgok. Egy csókon. És már semmi. Makra Tibor, Körös Nagyharsány polgármestere megelégelte, hogy a 751 lelket számláló faluban állandóan elromlott a hangszóró, ezért visszaállította a kisbíró intézményét. Tarcali Géza kisbíró a falu több mint 10 utcakereszteződésénél dobolja ki az önkormányzat hirdetményeit és egyéb a falu életét befolyásoló hírt, eseményt. Közhírré tétleti! Igen, ha 10 utcakereszteződés között van 2 kocsma, akkor már... Ez vonatkozik a Pince Nándi kocsmájára. Nem Csongorádi kisbíró, vagy mi volt? Volt ilyen, unokája. Aracki Lacinak azt mondta, Csongorádi kisbíró. Pápai faragó, nem? Nem, a Aracki volt a Csongorádi. Dehogy is nem. A Csongorádi kisbíró, ők kedves szép, Juliska kedves szép. Dehogy a Kovács József száma volt a Táncdalfesztivál. Erre kérjük a válaszokat. Nem kell, ezt én tudom. Tudom, mert 4-est adtam neki. Aki az Aracskira szavazzon igennel, aki pedig a Kovács, ha nem. Kovács az már biztos. De mi volt Csong... Miért? Azért ne haragudj, jó rendben, nem mondta, jó, de... A Csongorádi kisbíró, unokája, Juliska. Mi volt Csongorádi? A Csongorádi kisbíró mondja rá, olyan, amit festett kész. Így volt, igen. De mi volt Csongorádi? Jöjj vissza hozzám a Kovácssal. Azt nem tudom, hogy ugyanakkor volt. Jöjj vissza hozzám, az volt a Kovács. Az volt a Kovács, persze. Akkor tudod, mi volt ez? Elvitted a páromat. Nem akkor volt? Nem tudom, ki volt. Ajaj, fekete vonat. Elvitted a páromat. Nem az, ez nem az, ez nem ugyan. Ennek van a vasutas változat. Ajaj, fekete vonat, elvitted a lábomat. A vasutas az az volt, hogy vág a bakterőre, sörömpot, nézd, nem is fejlődik. Nem ennyi Béla. Ez a nem ennyi Béla. Nem ennyi Béla.
Akkor gyerekek. Na gyerünk egy kicsit, tám, te semmire nem emlékszel. De most állj! Hát nem emlékeztek rá. Még én is gyerek voltam, mikor ti nyertétek meg az összes ilyen ki mit tudott állandóan. De te arra sem emlékszel, hogy mit tudom én, hogy vannak a parádi számok, akkor se éltél. Hát vannak szám. Hát jó, a Beethoven hegedű. Állj! Azért az, hogy halmadó cigaretta végig, az csak jobb annál, hogy amiket mik voltak ezek. Honnan tudott te azt egyáltalában nem? Hát ha valaki, én tudom, hogy milyen egy szardal. Jöjj vissza hozzám, de szép szám volt. Hozd el a jégergottya! Az már Hofi volt. Mindegy, az már. De nem tudja ő. Emil. És azt sem tudod, hogy... Láttatok, ez sincs meg. Zolában. Az a látszik a tüskés hát, az... Ja nem, a Süninek a Hallmann bácsi volt. Az a Hallmann. Neki voltam, de ez egy rajzfilm, nem kell. Bárfilm. Csak az arcodról ugrott be azért, mert... Ő meg volt a nagyon helyes Juli. Te voltál a Juli. Hallmann bácsi, azt mondja, Hallmann bácsi, ez két évvel öregebb nálunk. Nincs az Rúgjuk ki a kicsit innen a pohába! Teddy, azt meséld el, hogy Teddy... Azért, bocsánat, abban van egy jó érzés, hogy mi már ezt megértük, de ő nem biztos, hogy megéri ezt a kort. Na ezt fog évadok én, majd megnövök én. Egyáltalán ne énekelj, tehát soha többet. Ha iszom, akkor sem. Ja, de ha iszol, akkor fel. A múltkor, amikor kettőkor elénekeltem neked, azt tetszett neked. Azt tetszett. Most tényleg semmire. A boh paraszkantát, tudod? Keres Emil Ulle. Ajjaj, paraszkantát. Reklám következik, ne menjenek sehova. Jaj, kaptam egy ilyen hírt. Na mi véletlen. A Szörny RT és a Némo nyomában című filmek óriási világsikert arattak, e filmek alkotói most újra nagyot dobtak, és elkészítették a Hihetetlen család című filmjüket, amelynek bemutatója Magyarországon november 25-én lesz. Egyébként ez a film az Egyesült Államokban 3 nap vetítés után 70 millió dollár bevételt hozott, és hogy miért mondtam el mindezt, mert a film egyik szereplője a Szilánk névre hallgató főgonosz magyar hangja. Akkor fölnézünk rád. De ez a színészi szakma teljes lenéz. Lenéz, de komolyan. Okay. Azért mondtam, hogy ennyit kértek, de csak sem csinálni. De mutass egy hangot belül, akkor. Hát egy hangja, milyen hangot? De nekem az, amikor feldarálta a légcsavar a végén, azt nagyon tudtam csinálni. Memoáriai címe a sült krumpitól a Szilánkig. Igen. Te belegondolsz, hogy ki ezeket a filmeket tudod kik szinkronizálják? Tudod. Csodák szinkronizálják. De János, ne ölj meg már, most tényleg úgy látom, kinevezte maga mellesen. Egy angol filmek. Csak hülyeskedés, ez az egész. De kérdezed, hogy angol filmek beívták a Teddyt azért, mert egy arisztokratát kellett se racsol. Hát azért ne haragudj, mi is tudunk. De ez csak egy elmebeteg, és azért hívtak engem. Hát mit gondolsz a Teddyt? Jól van már, csak jól úgy megörültem neki. Örülünk a te színészi sikereket. Nem érdekes, ez menjünk tovább. Reklámbevételekből fedezni az oktatási tárca az iskolai szekrények építésének költségeit. Ez úgy kell érteni, hogy ahogy annak idején Samantha Foxos, meg ilyen csöcsös plakátok voltak a iskola szekrényben, hogy oda helyeznek el reklámokat, vagy pedig úgy kell érteni, hogy az oktatási tárca reklámoz valamit, hiszen számos jól eladható terméke van a világpiacon, és ezeknek a bevételeiből... Tehát ez nem, más, úgy más kell érteni, minden gyerek a táska helyett, ami amúgy is nagyon nehéz, bevisz magával reggel egy szekrényt, oda lerakja, ahol éppen van hely. A gyerek minden van, hordozó megy bele. A gyerek halálosan reklám hordozó is egyben. De most már nagy változások vannak az iskolában, mert
nem osztályozzák a testnevelést, nem kell cipelni az iskolatáskát, a héten a kormány betiltott az atyai pofonokat is, a sorozást is megszüntették, úgyis mindenki... Most jó gyereknek lenni, látod. Felemegy. De jó, hogy vasárnap agyonvertem a fél családot, nem? Még benne vagyok. Már hétfőn nem lehetett volna, érted? Nem, akkor csak köpök. De lehetne másból is pénzt szerezni, mert most a püspöki kar elrendelte, hogy imádkozzanak a egyházi iskolákban a gyerekek, azért, hogy az állami fejkvótát ne csökkentsék, akkor lehet a minisztériumban is imádkozni, hogy több pénz legyen az iskolára. Hát nem nagyon csinálnak mást egyébként, kézzelfoghatóan. Ugye? Most azt hiszem, hogy úgy láttam a bajszod rezdüléséből, hogy úgy ítéled meg, hogy kőkemény voltam politikai. Nagyszerű voltál is, tényleg is. Nagy szó csata lesz a Magyar Bálinttal, alig várom. Volt már, nem ő vele volt, de én láttam egy ilyen beszélgetést, az nagyon nehezen lehetett érteni. Úgy tűnt, hogy ez egy preventív, hogy megelőző dolog, mert azt mondták ott abban a beszélgetésben, hogy az egyházi iskolások még mindig több normatív támogatást kapnak, mint a nem egyházi iskolások. Mire a püspök úr, vagy ilyesmi, kijelentette, nem tudom pontosan a rangját. Azt mondta, hogy mekkora pajesza volt, mert annak alapján nem volt. Egyáltalán nem volt. De azt mondta, ilyen burkolt zsidózást már rég. Na jó, szóval mondom, hogy azt mondták, hogy még mindig többet kapnak, mint az állami gyerekek. Hát akkor most mit? Félnek attól, hogy majd esetleg kevesebbet fognak kapni, és ezen vitatkoztak a Magyar Bálinttal. Úgyhogy ez nem van egyszerű dolog, majd később ez megold. Majd én csak mint módszert vetettem fel az imádkozást. Tehát... Imádkozzatok. Erről jut eszembe, hogy én láttam a pápát. Igen. Ő is látott téged? A Szolta Hernádi? Milyen jó lába van a Szolta Hernádi? Ki a Hernádi mellett ez az ember kalapja? Akkor mondták, ez a pápa. Ne. Elmentem Rómába. Kérdezte a pápa, hogy tényleg igazi ez a hajacska? Nem? Tényleg, te most voltál Róma. Most elmentem Rómába, csak úgy 4 nap. A harangok meg a Hernádi Rómában. Igen, miket? Igen, na, azt nem, na mindegy. És akkor utána elmentem a Szent Péter Bazilikába, és gondoltam körülnézni, és azt mondtam, hogy micsoda egy szörnyű helyet azért itt. Semmi meghittség, semmi átszellemültség, mindenki fölléptek a székekre, és mindenki össze-vissza fényképezett. Na, mi a túró van? Ja, és akkor ez történt, hogy közelebb mentem, mondom, hogy nyílt van egy fehér ruhás ember. És az volt a pápa. És misét tartott este. És akkor nem tudtam rájönni, hogy miért. Hát akkor ért rá biztos. Nem szokott. Már nem igen, szokott. Mert nem igen, nem szokott, és én kézzel első utam oda vezetett, és láttam a pápát. Mondom, de nem figyelt. Én is voltam ott pápai misét. Na jó, hát az természetes. Hát az... Te meg a havas, így ketten voltam. És a havas volt a pápa? Igen. Mondta Edi, nyakadba mi lógott? Nem tudom megfejteni. Erre kérlek szépen a kisebbik fiam, a másik fiam, fölvette... Szintén a minitől? Igen, szintén. Csak hogy... Igen. Én csak vele dolgoztatok, igen. Fölvette az összes könyvemet, 10 könyvemet, ez valami... Fölvette a keresztény vallást. Kapcsolódik. Nem. Képzeld el, hogy minden, amit eddig írtam, a negyedére ráfér, ez egy adathordozó, és azért hoztam neked megmutatni, hogy 3/4 üres, és erre föl lehetne venni az egész Dunakeszi könyvtárat, csak attól félek, hogyha ennyire össze lenne tömörítve, az neked nagyon tömény lenne. Hülyeség, tedd ilyet, ha ennyi idő alatt meg lehet inni, minek járj a kocsmába? Valóban. Egy munkás őrgyűlésen készült régi fotó járt körbe Brüsszelben, amelyen egy tisztelgő alak hasonlít Kovács Lászlóra. A Magyar Nemzet szerint a néppárti frakcióülésen többen felvetették, miért igen egy kommunistára, és miért nem egy keresztényre. Utalva arra, hogy az olasz Buttiglione kénytelen volt... Spontán feltörő röhögés?
hogy az olasz Buttiglione kénytelen volt visszalépni. Egy lengyel képviselő szerint a volt kommunista országok félnek Kovácstól, mivel hozzájárult a berlini fal felépítéséhez. Hát miért sok hülye van ott is, nem? Lengyelországban. De volt neki egy kabát, ugye, felépítés, az lebontás, igen, a lebontás. Igen. Hát eddig csak azt tudtuk, hogy a munkásőnek egy baja, de most már azt is tudjuk, hogy a szájának egyre több baja van a Kovácssal. De gyereke, hát milyen véleményük lehet rólunk? Hát ez a kép, ez innen került ki. Orbán Viktor azt mondta nem ez ügyben, hogy azt mondta, hogy a, majd a voksolás bizonyítatja, hogyha nem is hibátlan, de mégis jobb fajta népség a magyar. Hát ebből kiderül, hogy tényleg jobb fajta népség vagyunk, szóval ez egészen fantasztikus. De itt rakták föl. János, az a tragikus, hogy nem tudsz olyan hülyeséget kitalálni, hogy ne higgyék el. Amikor a hócipő elindult, akkor viccelődtünk mindenféle marhasságot, és találtunk egy képet, egy munkásső képet, baromira hasonlított a Tordjára. Egy ilyen kisgyereket tartott egy munkásső, és fölé írtuk, hogy Tordján József munkásső volt, és alá ugyanakkor a betűvel, hogy csak hülyéskedtünk, nem igaz. És képzeld el, hogy a parlamentben az Ómonál interpellációt intézett a Tordján ellen, akkor két pártra szakadt a kisgazdapárt, és elterjedt az egész országban, hogy a Tordján munkásőr volt, és utána a Napkeltében szembesítettek minket, ahol meg kellett mondanom, hogy természetesen a munkásőr az nem a Tordján, bár azt mondtam neki, hogy a gyereke nagyon hasonlít. Jó, de hogy mondjam, az itt marad belül az országon belül, de hát amikor kilépünk ezekkel a tetű dolgainkkal, azért az már olyan snassz, nem? De azért nem csak nekünk van szégyelni valónk, én most remélem, hogy ezt nem fogja senki sértésnek venni, mert én már egyszer nagyon megégettem magam ezzel az ilyen kijelentésekkel, mikor egy korábbi azóta megszűnt műsoromban azokat, akik... A műsorod égett meg nagyon, de... Azokat, akik izraeli zászlókat égettek bizonyos helyeken, azokat én, és magukat kereszténynek volták, azokat én abban a horog keresztényeknek neveztem, és akkor én ezért kaptam elég súlyosan. Noha jobban utána gondolsz, a Buttiglione, szóval az én szememben, ugye miért igen egy kommunistára, és miért nem egy keresztényre? Szóval aki olyan minősíthetetlen, otromba és ostoba módon buzizik nyilvánosan, ahogy ez a Buttiglione csinálta, az az én szememben körülbelül annyira keresztény, amennyire a Kovács kommunista. De hol kaptál te azért? Mi van? Hol kaptál te azért, amit mondtál? E-mailbe. Rá se férne erre az egészre, hogy én hát mennyi nagy dolog, de én első fokon kaptam. Sőt, voltak olyanok, akik már másodfokon is, és ki is fizettük. Azért, mert ti neveket ejtetek ki a szátokon. Hát én rövott múltú lettem. Én nem neveket mondtam. Egy másik ügyben folytatólagosan elkövetett becsületsértését, és azt nem tudom, hogy ha jogerős lesz, akkor hova róják ezt? Tehát, hogy mert megrovást kaptam. De hogy hova róják? Hogy mi milyen róják? Ellenőrző füzetedet beviszed, hogy a jobbás íjással beírják. Folytatólagosan az mi? Hogy levegőt se vettél közben, csak nyomtad? Nem, mondtam valamit, és három hónap már megismételtem. És az már folytatólagos. Mert egy erőszakos egy fátál vagy. De jártam egy bíróságra, de ott feljelentette a bírókat, és átvették egy másik bíróságra, és így körbehaknizzuk Pestet. Már nagyon jól ismerem a bíróságokat. Hol a legjobb a büfé? Mert akkor... Ahol oda, a mukta volt, nem? Oda mennék. Szerettem. Az a Budakeszi úton volt. Igen. Az nekem közel van, azért szerettem. Add meg a mukta. Tartozom egy 50-essel, add meg. Kösz. Hány nulla van utána? A muktára! 170 volt a mukta, és 100, nem olvasol hócipőt? Nem hallgatsz heti hetet? Nem, én nem. Négyszer elmondtam már. Ha én attól félek, tedd, hogy egyszer el ne ítélnek 3 évre, mert akkor minden nap, minden újságban te leszel benne. És én akkor meg fogok őrülni. Azt tudod, hogy végrehajtandót kért? Rád? Igen. És akkor hát lesz, hogy mit, hogyan piperészkedtél reggel a szomszéd cellában, meg minden áldott nap? Valóságsója lesz neki. Egyen meg a drága szívét.
nagy dolog. Az alatna hival vagy mi? De hát, nem, hogy ő három évet kapva. Kerültök? Hát nem kerültök egyszer lába. De hogy mi miért érdemeltük meg ezt, amit kapunk róla, azt nem tudom, mert ő azt hiszem megérdemelt a három évet, de hogy minden nap ezt kell olvasni, minden újság, ez borzasztó, komolyan. Nem? Kiszökött Mimi vagy szabadlába... Nem Mimi, bocsánat. Megszökött, vagy nem tudom. Kiszabadult Piri, aki a mellette levő cellában szuszogott egy negyed órát. Erről kérdezik, hogy szuszogott a művészt? És ez, hát ez valami őrjítő, komolyan. Hát vegyél dörmögő dömötört, ott például egy hang is volt. Dehogy nincs. Ilyen kifestő, a szépen Bocsánat, azért érdemes vigyázni, eddig egy címlapon voltam, a Füles Bagoly Rejtvény újság, úgyhogy ott is értem. De a saját neveddel, vagy mint Füles Bagoly? Saját nevemmel, kérlek szépen egy. És még interjú is volt velem. Kérdezték, hogy fejtek-e rejtvényt, mondtam, hogy nem szoktam. Akkor írhatom, hogy egy jó skandit azért kitölt, hogyha van kedve hozzá, mondom. Kicsodát? Nem. Skandináv. Ja, neked nagyon kezd beindul, olvasgatok néha igen, rólad. Igen, szóval azt gondolom, hogy... Semmi jót, de hát, hogy... Mi lenne, ha te írnál rólam, az talán jó lenne. Az nem lehet, mert azért meg neki nem adnak pénzt. Hát adok én. Annyi pénzt nem tudsz adni, hogy én írjak rólam. Csekket se. De azt elfogad. Számlát írnál neki? A moszkvai férfiak körében igen népszerű az a női fehérneműt árusító üzlet, női fehérneműt árusító üzlet, 19-es, ahol élő próbababát... Így ismered az üzletet, hogy igen. A 19-es számú üzlet? Nem, 19 éves. Ahol élő próbababákon vehetik szemügyre, hogyan is fest az ajándéknak szánt ruhadarab. A kisasszonyok minden gátlás nélkül megszabadulnak formaruhájuktól, és érzéki mozdulatokkal öltik magukra a kiszemelt fehérneműt. Igen. A bemutatóért az uraknak mindössze 20% felárat kell fizetniük. És a szemben lévő panzióba elvihetik a nőt. Na most ezt hívják kuplerájnak. Tudod csak? Áru kapcsolásra. Mivel ezelőtt gondold el ugyanez bundabugyival. Meg a jó kis harinacsizmával. Meg a piacon lehetett kapni, azt hittem, akartam venni, azt hittem, hogy ilyen dinnye tartó. Ilyen, csak kettő volt, de kiderült, hogy melltartó, ilyen fényes anyag volt. Kegyetlenek volt. Tankot el lehetett dugni benne, de hát. Életem hát azért. Nekem el eszembe jutott, hogy az egyik internetes labban van most egy szavazás, ilyen adatvédelmi anomáliákra, és szó szerint a következőt olvastam, hogy ez Magyarországon megtörtént, azt hiszem augusztusban. Egy farmereket árusító bolt próbafülkéjében arra figyelmeztetik a vásárlókat, hogy felvételek készülnek róluk. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos szerint ez megfelelő eljárás, ugyanis itt olyan magánterületről van szó, ahol vásárlók fordulnak meg, és ez esetben az érintettek hozzájárulásával történik az adatok kezelése. Vagyis azzal, hogy ennek ellenére a vevő bemegy a fülkébe és levetkőzik, ráutaló magatartásával hozzájárul adatainak kezeléséhez. Persze az érintett utólag is bármikor kérheti a felvételek törlését. Nekem annyira tetszett Péterfalvi Attila adatvételmi biztosnak ez az állásfoglalás, hogy elképzeltem, hogy valaki a próbafülkébe meglátja, hogy ott mit csinálnak, és utána kéri a felvétel törlését, de azt gondoltam, hogy ez akárkivel nem jó, hogy elképzeltem, hogy a Gálvölgyi bemegy mondjuk a Madách Színházzal szemben egy ilyen farmerboltba, és utána egy ilyen nagyon zsúfolt boltba megszólítja a egyik eladót. Meg is történt. És egy másik eladó is szerepel a jelenetbe, Kern András és Hernádi Judit. Jó napot kívánok! Uram, uram, láttam a kiírást. Ha lehet, akkor engem töröljenek le, jó? Igen, és művész úr, magáé minden. Ilonka! Igen? A művész úr fenekét törölje le! De nem kéne ilyen hangosan. Mert... Nyugi, megszokták, itt egész nap fenekeket látni. Nem a nagy ügy, nem kell a nagy feneket keríteni neki. Ilonka! Nekem ez ügy, mégsem szeretném látni ezt a házi bulinra seggel. Ilonka, hallotta? A művész úr seggét törölje le! Gálógyi művész úrét vagyok. Vagy a baroly, bajor... Ilonka, ne szégyelje, én is negyelzen jegyeztem meg. Szóval a bajor művész úr fenekét? Rendben van. Mert ő is pár persze próbált egy Burberry Farmer, de nem volt elég pénz nála, hazaszaladt, vagy fellép, nem tudom, nem mondta. De elnézést, most engem kitöröl. Mit tudom én? Lehet, hogy itt az Ilonka? Lehet, Ilonka maga törli a Gálvölgyi urat?
Kisoda? A Gálvölgyi urat! Gál, azt nem ismerem! Hát azért elvárnám, hogy férfiakat férfiak tűnek, nőket pedig nő. Mai világ, édes uram, onnan ismerjem én a beosztottjaim nemi identitást. Biztos lehetek benne, hogy ezt akkor többé senki nem látja, ugye? A maga fenekét? Hát mit tudom én, hol jár maga vele? De. Úgy értem, hogy a felvételt, hogy gatyában vagyok. Lassan látom. Kíváncsivá tesz. Mi lenne, ha utoljára én is megnézném? De micsoda? Hogy micsoda? Hát úgy értem, mint üzletvezető, akinek a nem identitása nem áll túl messze tőlem, vagy... No! Értem, messze áll, vagy én inkább mégis a női próbafülkék iránt érdeklődnék. Ilonka, a Gálvölgyi művész úr látni szeretne egy-két felvételt a női próbafülkék. Dehogy jó, alsó vagy felső állású. Megőrül, én szembe játszom. Hát... Aha, és mivel? A Madárcinász tagja vagyok. Na és? Nálunk még zenészek is megfordulnak. Plusz a hajós. Na hát az akkor, hogy beverte a fejét a kamerába, ami elmozdult, és aznap egy bugyis képünk sem maradt zárás utánra, kis kikapcsolódásként csak egy pár luttal. Miben játszik? Ez alkuban. Nálunk nem lehet alkudni. Ez egy Arthur Miller darab. Nem úgy értettem, hogy miben játszik, hanem hogy milyen ruhában. Mert megállapodhatnánk egy kis szponzorációban, nem tud rátenni egy nagyobb márkajelzést, cselébe ellátnánk az egész családját sünni pulóverrel. De én ragaszkodom a megsemmisítéshez. Ilonka, letörölte már a Gálvölgyi urgatyás képét? Nem, most a bajorét törle. Nincs négy kezem. És komolyan feljelentem magad az összes ombudsmannál, meg az alkotmánybíróságon. Viccel, nálunk vetközött a kollát alkotmánybíró. Csak egy csokor nyakkendő volt rajta. És a három bárándi. Különben is a Péter Falvi ombudsman kimondta maga azzal, hogy bemegy a fülkébe és levetkőzik, ráutaló magatartásával hozzájárul adatainak kezeléséhez, viszont töröltetheti. Akarja még? Mi van, ha akarom? Még négyszer-ötször elordibáljuk itt a maga nevét Ilonkával vásárlók feje fölött, addigra csak megunja. Na, hogy döntött? Tartsák meg! Ez a beszéd Ilonka tegye a többihez. Holnap jönnek érte az új Jáksó műsortól. Szólok a Tedinek, és neked is ír majd egy ilyet, jó? Ezt, hogy direkt elrontott a nevemet? Nem direkt, tényleg nem tudtak tényleg kiolvasni. Teljesen idegennek tűnt. A lehető legnagyobb betűkkel írok. Nem voltam benne a jelenetben, és még meg is aláznak. Ez bossz volt. Szörnyű volt. De azt a poént azt elharapta, hogy nem volt elég pénzed, és elszaladtál fellépni. Hát persze, hát, hogy nehogy rajtam is kacarásszak. Mindegy, hagyjuk az egészet a francba, elment a kedvem az egész. 8-as. Nem sírok, mit mondj most, Imre, most akkor mit mondjak én? Hát hogy? Én ugye a testiségemben lettem megalázva, hogy ugye a méretemnél fogva egy kisebbséghez tartozom, és akkor ezzel van, de én látod, hogy hogy tűrtem. De rizikós volt, mert eddig kérdez, hogy benne hagyjam, mondom, hát úgyse tudják, hogy kiről van szó, hagyja benne. De ha már itt tartunk, akkor most már nem, el fogom mesélni, hogy ti ezen kacaráztok, hogy ezek a kamerák, amik ott vannak, és tudjátok, hogy amikor nekem a műsoraim meg szoktak bukni utána, én nekem kialakult egy ilyen szokásom, hogy én este felé, mikor már ezekben a plázákban kicsit kevesebb van, én megyek, akkor mert ott van kamera, és akkor ott mondom, hogy jó estét kívánok. Ezt tartott életben. Így vészelted át a nehezebb időt. És igen, amikor nagyon rossz volt, akkor mindig azt képzeltem, hogy ott vagy mellettem. Jó estét kívánok, vendégem Gálvölgyi János, és akkor egy picit. Igen, mert nekem sem fizettél volna, de engem nem hívtál. Csak a vágcsát. Csak igen, az a három cipő ne lesz volna a szatyrodban, mi? Jó, kijöhettél volna. Jó lázából. Nem hallom egyébként, de jó. Ő ugyanis nem lát és nem hall. Nem hall. Csak szeret szerepelni. Hát Ella és Zsuzsa, a 48 éves egypetélyű ikerpár először az idén ünnepelte együtt születésnapját. Álva elalszom a hír hallatban. Csak... De nem, mit vagyunk még? Csak nem, 5 évtizedig semmit sem tudtak egymásról, pedig alig 80 kilométer volt közöttük a távolság. Ne b***sz.
Megható történetükkel az RTL Klub november végi Iker showjában ismerkedhetünk meg bővebben. Jaj, már mindent ért. És ez hogy kapcsolódik ide? Úgyhogy ez az RTL Klub. Ezt tettek meg, te vagy ezt a vezetője. Az egyik. Zakó. Ezt én elolvastam. Igen, Zakóban. Neked mi a véleményed erről? Mert biztos hát hogy anyám mondja, mi volt annak idején. Azt mert mondják, neked is volt Iker testvére. Azt mondják, hogy azok úgy érzik egymást. Hogy én is. Ugye, hogy én érzem, hogy Los Angeles kertvárosában él egy Iker testvére. Baromi sok gyára van, multimillió. Nagyon kérem, mielőbb jelentkezik. Érzem, Teddy, érzem, hogy neki most jó kinn, és nekem is az lenne, ha ő elvinne engem magával Los Angeles kertvárosába. Érzs meg, nekem van egy olyan érzésem, hogy biztos, hogy van. És most mondd, ha nem pont Ikrem. Na most mondd, de ugyanezekkel a feltételekkel rendelkezik. Nagyon... Lehet két Petri. Lehet. 8 évet kért az ügyész Berlusconira. A hatos lett volna, hogy csak 6 évet. A vád szerint még üzletemberként az akkori kormányfő kérésére megakadályozta, hogy egy rivális mágnás kezére jusson egy privatizálás előtt álló állami élelmiszergyár, ezért holdingja felvette fizetési listájára az ügyben dönteni hivatott bírókat. 3 vádlottársára már súlyos éveket szabtak ki, ám az olasz miniszterelnök kijelentette, hogy akkor sem mond le, ha elítélik. Berlusconi a hétvégi beszélőn saját börtönében fogadta Gyurcsány Ferencet. Én azt valami. Mert egyébként, ahogy az olasz belpolitika megy, tulajdonképpen mindenki, aki fontos, az ott van. Tehát lehet, hogy egyszerűen hitelesebb lenne, ha a miniszterelnök azonnal irányítaná az országot. Nem kéne. Na, és ugye elképzeltem néhány minisztert Rács mögött kormányülésre, és nálunk az lenne kírva rá, hogy etetni tilos. De ott egy ilyen kormányülésre öpködnének a számok, nem? Tehát... Hogy 4526-os beszélőre? Ki lenne írva a zárt tárgyalást, mert itt aztán tényleg működne a dolog. De ezt nem tudom, hogy ott nincs neki mentesség a Berlusconinak. De neki... Hát ő mindent megpróbált már. Neki már szigete is van, úgyhogy... Igaz. Neki az a szerencsé, hogy nincs neki igazán haja, és akkor ha bemegy, akkor nem lesz problémája, nem tud hajfestéket venni. Nagyon könnyen megoldotta. Te ez, Juci? Van kopasz kollégám, egyszer bejutottam hozzá, az így hídba állt a tükör, itt volt a tükör, és fekete ceruzával rajzolta a haja. Baromi mellő, kicsit izzad, és így folyik le a haja hát. Nem mondom meg a nevét. Tudjuk. De ezt már elmondtad egyszer, nem? Igen. Tudjuk a nevét is. Képzeld el, olyan jól esik elmondani. Képzeld el egy ilyen cellába 12 év után, hogy hány szangzik, hogy ezt már elmondtad egyszer. Igen, igen. De én szívesen hallgatom. Aranyos vagy, Jucin is. Igen? Csak hogy én voltam kopasz egyszer. Na, mert hol? Így errefelé, mert egy buliba úgy nem figyeltek rám. Akkor ilyen voltam még, hogy itt kerestem akár bármilyen eszközzel azt, hogy rám figyeljenek, hiába, hogy nem volt tehetségem. És most nem akarsz kitalálni semmit magad? Most nem, most már megváltoztam, most tényleg csak azt adom elő, amiben tényleg jó vagyok. Aha. Hogy, és mit csináltál? De akkor legalább... Csókon, drága! Azt hiszem, magában is jó lenné. Andis, de... Akkor legalább a műsor címét árul, de amiben jó vagy, mert hogy akkor megnézzük meg. Van még ez a kék fény? Vagy... Mit csinálta a fejeden a hajam? Semmi, belevágtam részegen, azt mondtam, hogy én vagyok egy magyar úr, és én majd belevágok a hajamba, és így feltűnök a nőknek. És akkor az egyik azt mondta, hogy menjek majd el hozzá, én tudtam, hogy hol lakik, de rosszul csináltam, mert nem oda mentem, ahol ő lakik, hanem az anyukájához, mert ő az anyukánál lakott, de nem ott lakott, hanem egy másik lakásban lakott. És hajnali 3-kor hull a részegen, kicsit sárosan, és így belenyírva a hajamba, becsöngettem az anyukájához, és még viccesnek tartottam, hogy a kis lukba azt csinálom, hogy... És a mama kinyitotta az ajtót, hálóinkben rám nézett, és azt mondta, ti hogy éltek? És akkor neked csak a hajad sérült. Börtön kaland túrát szervez, erős idegzetűeknek egy orosz utazási iroda. A teljes ellátás egy éjszakát jelent, valódi hidegvizes vallatással és megjátszott kivégzéssel. Megjátszott kivégzéssel.
Ja, én csak a végén fizetnék, szívem. Bízom az oroszokba, de csak a végén fizetnék. Itt van egy részlet, a utazási iroda, a prospektus. Ja. Ez a legszebb vidék, amit ember valaha látott, így kiáltott föl Dosztojevszki, amint meglátta Moszkvát. És milyen igaza volt. Képzelje el, hogy gyönyörű, fehér, homokos tengerparton, hatalmas pálmafák árnyékában hűsöl, finom koktélt szopogat, szól a vérpesdítő latin zene, és élvezi a napsütést. Hány oldal, Andris? Ja, ez Dominika, vagy nem, bocsánat. Ja nem, Moszkva, ez igen. Útvonal Budapest, Moszkva, transfer, Seremetyevo, Hotel Rossia, 14.300 per fő, szolgáltatások, 2 úszómedence, 3 étterem, bárok, kávézó, szivarház, ajándéküzlet, teniszpálya, edzőterem. Ez jó, hogy neked tetszik. Szóval. Igen. Hát egy ember rögtön az elején közli, hogy szóval. 3-8-2-1-44, a című Budapest 11-19, Fehérvári 89-95. A teletek 636-os oldalát nézzék meg. A hetetes kukac.hu az pedig egy e-mail cím, mint ahogy például a www.rtl.hu az weboldal. Nézzék meg. Legközelebb vasárnap találkozunk. Kérem, ne felejtjék el. András, köszönjük a figyelmet. Egy hét plusz egy nap múlva. Remélem, újra eljönnek hozzánk a viszontlátásra. Jó.